Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket a Dombóvári Ifjúsági Fúvós Zenekar és a Tücsök Zenekar újévi filmzenekoncertén. Köszöntöm Pintér Szilárdot, Dombóvár város polgármesterét, Fehérvári Tamást, a Tolna megyei közgyűlés elnökét, Szenyériné Szabolcska Juliannát, a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatónőjét, valamint a jelenlévő családtagokat, támogatóinkat és vendégeinket. Hagyományainkhoz híven elsőként a Dombóvári Tücsök Zenekar lép színpadra egy remek indulóval. Indiana Jones és az elveszett Frigyláda fosztogatói egy 1981-es amerikai kalandfilm Steven Spielberg rendezésében, George Lucas producer közreműködésével és Harrison Ford főszereplésével. Az elveszett Frigyláda fosztogatói kísérő zenéje John Williams szerzeménye. Legemlékezetesebb eleme a harsány és ikonikus The Raiders March, azaz a fosztogatók indulója című kompozíció, ami egyben egybefort Indiana Jones-szal is. Williams két külön szakaszban alkotta meg az indulót. Amikor Spielberg meghallotta a végeredményt, mindkettő elnyerte a tetszését, így ezek kombinációjából született meg a ma is jól ismert végső változat. Kérem, hallgassák meg John Williams-től a Raiders March-ot John Bullock hangszerelésében. Színpadon a Dombóvári Tücsök Zenekar, vezényel Kiszler András. Fogadják szeretettel! Michael Bay által rendezett Transformers filmek 2002-ben indultak útjukra. A következőkben Steve Jablonski amerikai film és videójáték zeneszerző művét hallhatják, amelyben a Transformers filmek ismert dallamai csendülnek fel. A zeneszerző a kaliforniai Berkeley Egyetemen tanult, ahol olyan nagy mesterektől leshette el a szakma fortéjait, mint Hans Zimmer, Harry Gregson Williams, Nick Glennie Smith és Klaus Badelt, Steve Jablonski, Michael Sweeney, Trem from Transformers. Thank you.
A Jégvarázs egy 2013-ban bemutatott amerikai 3D-s számítógépes animációs film, amely Andersen, a Hókirálynő című meséje alapján készült. A Jégvarázs eredeti filmzenéi mellett a filmben hagyományos Disney betétdalok is felcsendülnek. A dalok többségét Robert Lopez és Kristen Anderson Lopez szerezte, aki korábban a Disney Mici Mackójához szereztek betétdalokat. A Jégvarázs számtalan különböző díjra jelölték. Többek között Oscar-díjra, a legjobb eredeti betétdal és a legjobb animációs film kategóriában, melyből mindkettőt meg is nyerte. Ez az első Disney film, amely a legjobb animációs filmnek járó díjat is bezsebelte, emellett egy Golden Globe-díjat, 2 Grammy-díjat, 2 BAFTA-díjat, illetve egyéb díjakat is megnyert. Most az egyik legismertebb betétdalát játssza a zenekar, a Let It Go-t, Johnny Vinson hangszerelésében. Fogadják szeretettel! George R. R. Martin a Tűz és Jég dala című regényéből nagy sikerű televíziós sorozat készült, amelynek első része 9 évvel ezelőtt debütált Magyarországon. Ramin Javadi iráni német zeneszerző. Egyik legismertebb műve a Vasember című film, Grammy-díjra is jelölt zenéje. Emellett ő a Trónok harca című fantasy sorozat állandó zeneszerzője. Következzék a sorozat fő címdala a Dombóvári Tücsök zenekar előadásában, vezényer Kiszler András. Thank you.
A Tücsök zenekar soraiban több új, az idei tanévtől velünk együtt muzsikáló kiszenészt is köszönthetünk. Az ők és a már régebb óta itt játszó növendékek szorgalma, kitartása és lelkesedése elengedhetetlen egy minőségi repertoár színvonalas megszólaltatásához. A Tücsök zenekar tagjai számára immár hagyomány, hogy minden évben lehetőségük nyílik tagságuk soraiból, egy valaki számára az év zenekari zenésze kitüntető cím odaítélésére. A díj sorsáról a zenekari tagok döntenek titkos szavazás útján. A 2019-es év zenekar zenésze, Rákosfalvi Soma, szeretettel gratulálunk. Kérlek, gyere és vedd át a díjadat. Tücsök zenekar befejező műsorszámához érkeztünk. A szerelmes hangjegyek a High School Musical 2 zenés-táncos amerikai film. A film főszereplője Troy, az iskola kosárlabda csapatának a kapitánya, valamint szerelme Gabriella. A film a kettejük kalandos, kihívásokkal és izgalmakkal teli szerelmi történetét mutatja be. Csenduljon fel a You Are Music in Me című szerelmes duett. Fogadják szeretettel! Thank you.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves közönségünk! Ismét szeretettel köszöntöm Önöket, ezúttal a Dombóvári Ifjúsági Fúvós Zenekar és Karnagyuk Kisztrel András nevében. Elsőként kérem hallgassanak meg egy összeállítást, amely méltán híres amerikai zeneszerző Ellen Silvestri tollából származik. Részleteket hallhatnak a Vissza a jövőbe, a Bosszúállók, az Egy nap a múzeumban, a Forrest Gump és a Polar Express jól ismert dallamaiból. Ellen Silvestri, At Night at the Movies. Színpadon a Dombóvári Ifjúsági Fúvós Zenekar, vezényel Kiszler András. Thank you.
Most pedig felkérném Pintér Szilárdula, Dombóvárváros polgármesterét, tartsa meg ünnepi köszöntőjét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel köszöntöm Önöket én is az ifjúsági fúvózenekar újévi koncertjén, amely abból a szempontból is rendhagyó, hogy Dombóvár polgármestereként először szólhatok Önökhöz ezen a rendezvényen. Jó szívvel és örömmel fogadtam el felkérést Kiszel András karnagy úrtól. A zenekar hosszú évek óta kiemelkedő értékeket képvisel a város életében. Rangos kitüntetések és teltházas koncertek dicsérik munkájukat. Az Egyesület kiválóan vesz részt a fiatalok tehetséggondozásában, teret és lehetőséget ad számukra, hogy felfedezzék képességeiket, és kitartó munkával magas szintre fejleszték azokat. Mindez azonban nem tudna megvalósulni az elhivatott, példamutató tanárok nélkül, akik a fiatalok fejlődését támogatják. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egészségben, szeretetben, örömteli percekben bővelkedő, boldog esztendőt kívánok mindannyiuknak. Sikeres, tartalmas programba zártuk a 2019-et, hiszen minden eddiginél sokkal többen csatlakoztak az olyai búcsúztató futáshoz, amely a sport jellegén messze túlmutat, közösséget teremt, együttévé tartozást erősít, értékeket közvetít. A mai nap eseménye a fúvózenekar rendezvénye is ezt hivatott szolgálni, mint ahogy minden kezdeményezés a jövőben, ami a városért és az itt élőkör szerveződik. Az új esztendők velejárói a különböző fogadalmak, ígéretek, amelyek csak akkor válnak életképessé, a miéről jövő elszánt akarattal vannak felvértezve. A hangsúly sokkal inkább az elszántsággal és a tenni akaráson kell legyen minden esetben, mint az ígéret halmazatok bővítésén. Magam és a jelenlegi városvezetés valamennyi tagja egyaránt megfontolt, céltudatos tervezést részesíti előnkben. Ezért, hogy az elmúlt hónapokban, hogy most sem fogok ettől eltérni. Egyet azonban nyugodt szívvel és örömmel jelentek ki ezúttal is. Mindent megteszünk azért, hogy Dombóvár talpra álljon, hogy végre méltó helyet szerepeljen Tolna megye és a régió rangsorában. Politikai csatározásoktól mentesen, közösség életéből beszéljenek szűkebb és tágabb tekintetben is. Meggyőződésem, hogy ennek megvalósítására felhatalmazást tavaly megkaptuk októberben. Az erre irányuló szolgálatot elkezdtük, 2020-ban párbeszédek és az előrevívő tervek megvalósítása mentén folytatjuk tovább a munkát. Kedves dombavárjak! Hogy az előttünk álló feladatok sokassága, hogy a maihoz hasonló kiváló rendezvények is megtöltik a 2020-as rendezvénynaptárunkat, amelyet végigkísér egy jeles évforduló. Éppen 50 évvel ezelőtt, 1970-ben kapta meg a városi rangot a település, ami újabb lendületet adott az oktatásnak, egészségügynek, iparnak és a kereskedelemnek. Ezt a jelentős eseményt méltó módon szeretnénk megünnepelni színes és változatos rendezvényekkel. A helyi közösséget még inkább összekovácsoló kezdeményezésekkel. Már most sok szeretettel hívom Önöket valamennyi programra. Legyünk büszkék az 50 éves jubileumra. Isten éltesse Dombóvárt! Tisztelt jelenlévők! Az élet minden területére igaz, egy önkormányzat működésére is, hogy nem csak egy éves távlatokban gondolkodunk, tervezünk. Mi sem így tettünk és teszünk akkor, amikor Dombóvár jövőjéről beszélünk. Megfontolt, takarékos, ugyanakkor az itt élők javát szolgáló fejlesztéseket támogató gazdasági környezet megteremtése átíveli az évfordulókat. Hitünk és reményeink szerint 2020 tavaszától új időszámítás köszönt el a város életébe, amely lehetővé teszi annak az építő munkának a megkezdését, amelyhez az elmúlt hónapokban alapot kellett teremteni. Még nem vagyunk a folyamat végén, de kellő szerénységgel és alázattal azt tudom mondani, jó úton járunk. Végezetül azt kívánom, hogy az új év
valamennyi dombovári számára hozza meg azt, ami leginkább vágyakozik. A városnak előrelévő, nyugodt, minden szempontból kiegyensúlyozott évre van szüksége. Mi azon dolgozunk, hogy ehhez minden feltételt megteremtsünk. 2020 év végére kijelentessük, mint akár csak 50 évvel ezelőtt. Dombovárt ismét fejlődés jellemzi. Ehhez kérem továbbra is az önök megtisztelő bizalmát, támogató együttműködését. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Hajrá, Dombovár! Köszönöm. A távol Afrikától egy 1985-ben bemutatott amerikai film Sidney Pollack rendezésében. A történet alapjául Karen Blixen, dán írónő, Volt egy farmom Afrikában című önéletrajzi könyve szolgált, amelyben az írónő életének Kenyában eltöltött időszakát meséli el. A főszerepben két színész óriást, Robert Redfordot és Meryl Streep felvonultató romantikus dráma a közönséget és a kritikusokat egyaránt ámulatba ejtette. Az 1986-os Oscar díjátadón 11 jelölésből 7 díjat be is zsebelt, közöttük a legjobb eredeti filmzenének járót is. John Barry, Joan de Mey, távol Afrikától. Kérem, fogadják szeretettel.
Magasan Párizs fölött, a zegzúgos harangtoronyban él, a meleg szívű Quasimodo. Vidám kőbarátaival, a vízköpőkkel. A gonosz Frollo a Notre Dame ura szigorúan megtiltotta, hogy púpos harangozója valaha is leereszkedjék a városba. Ám ő a bolondok napján végre összeszedi a bátorságát, és elindul a lenti ismeretlen világba. A gyönyörű cigánylány Esmeralda segítsége nélkül valószínűleg nem úszná meg könnyen a kalandot. Végül azonban minden jóra fordul, és mindenki azt kapja, akit vagy amit megérdemel. A Notre Dame-i toronyőr egy 1996-ban bemutatott amerikai rajzfilm, amelyet Victor Hugo a Párizsi Notre Dame című regénye alapján készített. A mesefilm zenéjét Ellen Menken, szövegét Stephen Schwartz írta. Thank you.
következőkben egy világhírű zenekar jól ismert dallamai csendülnek fel. Az ABBA együttes 1972-ben alakult, majd két évvel később vált világszerte ismerté, amikor Waterloo dalukkal megnyerték az Eurovíziós Dalfesztivált. Pályafutásuk során több mint 100 dalt jelentettek meg, és körülbelül 400 millió lemezt adtak el. A Michael Brown által hangszerelt darabban részleteket hallhatunk az I Have a Dream, a Mamma Mia, az SOS, a Nothing Me Nothing You, a The Winner Takes It All, a Dancing Queen című dalokból. A mai produkció különlegessége, hogy ezek a dallamok élőben az ABBA Bák nevű együttes előadásában csendülnek fel. Az ABBA Bák 5 éve közvetítik az ABBA legnagyobb slágereit a közönség felé. Mottójuk ABBA életérzés bárkinek, bármikor, bárhová. Az együttes tagjai Vilmányi Zsuzsanna, Cuckó Enikő, Sándor Évi és Jármai Edit. Színpadon a Dombóvári Ifjúsági Fúvós Zenekar és az ABBA Bák vezényel Kiszler András, fogadják szeretettel.
17 év, 10 film, 5 zeneszerző, 1 franchise. Röviden így lehetne összegezni Harry Potter, a kis túlélő 2011-ben lezárult kalandjait filmzenei szempontból. De persze J.K. Rowling regény folyamának filmes adaptációi ennél lényegesen többet érdemelnek. J.K. Rowling Dickens-i vonásokat magában hordozó varázsló tanonca Harry Potter a megjelenését követően egy csapásra népszerű lett a fiatalok körében, olyannyira, hogy visszaszoktatta őket az olvasásra. Hollywood pedig nem volt rest lecsapni az akkor még befejezetlen történet megfilmesítési jogaira. A producerek a hatalmas elvárásokra való tekintettel a stáb összeállítására is nagy hangsúlyt fektettett. Az eposzi méreteket öltő filmsorozat olyan fantasztikus komponistákat vonzott holdudvarába, mint John Williams, Patrick Doyle, Nicholas Hooper és Alexandre Desplat. A most következő, Jerry Brubaker tollából származó egyveleg valamennyi mozi legjellegzetesebb témái dolgozza fel. Csendüljön fel a Harry Potter filmek legismertebb dallamai. Thank you.
Szóró állarcának örököse, Don Alejandro de la Vega legutóbbi kalandjak óta feleségül vette a szépséges Elenát, fiúk Joaquin pedig már 10 éves. A kisfiú rajong a hős Zorroért, és nem is sejti, hogy apja a titokzatos fekete lovag. Elena viszont választás elé állítja férjét, vagy a család, vagy a hősködés. Don Alejandrónak pedig döntenie kell, hogy Kalifornia elesett emberein próbál-e megsegíteni, vagy családfői kötelességeit látja el inkább. A Zorro legendája című mozi 2005-ben került a filmszínházakba, Antonio Banderas és Catherine Zeta-Jones főszereplésével. A filmzenét az a James Horner jegyzi, akinek nevéhez a Titanic, az Apollo 13, a Rettenthetetlen, a Trója és az Avatar grandiózus melódiái kötődnek. Következzék a Zorro állarca című film nagy sikerű zenéje. Fogadják szeretettel! Thank you.
Vajana egy 2016-ban bemutatott amerikai zenés kalandfilm, az 56. Disney mozi. Zenéjét Opetaia Foya, Mark Mancina és Lin-Manuel Miranda szerezték. A történet fő alakja Vajana, egy polinéziai törzsfőnök, erős akaratú leánygyermeke, akit az óceán maga választott ki arra, hogy visszajutassa egy mitikus istennő elveszett szívét, ami egy apró zöld kő. Amikor a törzs halászai fogás nélkül térnek vissza, és a kókusztermés is megromlik, Vajana nekilát, hogy megkeresse Mauit, a legendás félistent, akinek feladata, hogy visszaadja az istennőnek a szívét, és ezzel megmentse a népét az éhenhalástól. Jay Bokuk válogatás a Vajana című film zenéjéből. Színpadon a Dombóvári Ifjúsági Fuvolzenekar vezényel Kiszler András. Fogadják szeretettel! Thank you.
2019-es évet is szép eredményekkel zárta a Dombóvári Ifjúsági Fúvós Zenekar. Tavasszal a Magyar Fúvós Zenei és Mazsorett Szövetség rendszerében lebonyolított minősítő hangversenyen, koncertfúvós C kategóriában kiemelt aranyminősítést érdemelt az együttes. Emellett a szövetség nívódíja jutalmazta a zenekar több éves kimagasló szakmai tevékenységét. A zenekar karmesterének áldozatos munkáját, a zenekarokkal elért eredményeit, a trombita tanításban megvalósított magas színvonalú szakmai elhivatottságát Dombóvárváros önkormányzata elismerő díszjelvénnyel tüntette ki. Az előbb említett eredmények, illetve a mai hangverseny sem jöhetett volna létre nagy lelkű támogatóink nélkül. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a koncert fő támogatóinak, Dombóváros önkormányzatának, a Gerber Optikának, a Dombókóp ZRT-nek és a Róna Kft-nek. A Giorgio Virágból tulajdonosa Pusztai György és munkatársai minden évben fáradhatatlanul dolgoznak azért, hogy az ünnephez méltó dekorációt varázsoljanak a színpadra. Munkájukat ezúton is hálásan köszönjük. Külön köszönetünket fejezzük ki két zenekari tagunknak, Simon Szabolcsnak és Szabó Bencének, akik szabad idejükben azon munkálkodtak, hogy a koncert színvonalát vizuális élményekkel is gazdagítsák. A filmek kezeléséért pedig köszönet Pónya Bencének, szóljon hármuknak egy hatalmas taps. További támogatóink, Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft., Kaposvári Helyőrségi Zenekar, Sásd Városi Koncertfúvós Zenekar, Tamási Koncertfúvós Zenekar, MC Term Épületgépészeti Kft., Pömax Ipari és Kereskedelmi Kft., Webépker Kft., SCH Drogéria, Varitel Irodatechnika Kft., Basámi Nyomdaipari Kft., Bánfai Óraszalon BT, Vértes Fotó Kft., Tóth Árpád, Fafaragó kézműves, Herceg Attila és Pápai László. Az Alapfokú Művészeti Iskola dolgozói közül külön köszönjük Fenyvesi Hilbert Henriett, Kardos Tünde, Kerekes Béla Szabolcs, Kiszlár Kata, Kovács Krisztina, Tóth Ada Eszter, Tóth Anita Fruzsina segítségét. Hálával tartozunk a zenekari tagok családjai, családtagjai közül kiemelten a következőknek. Bánki Csapó család, Deme Ágnes, Farkas Gyergyádes család, Hegedűs Gabriella, Horváth Jankó, Katona Kéri, Magyar Falvi, Pallos Pusztán, Somogyi, Tulézi család, és végül, de nem utolsó sorban, köszönettel tartozunk a zeneiskolai kollégáknak és a zenekarban fellépő gyermekek szüleinek. A számos érdem és köszönet mellett még egy örömteli hírt szeretnék megosztani a kedves közönségünkkel. Mai hangversenyünk első felében megismerkedhettünk a Tücsök Zenekar tagjai által kiválasztott évzenekari zenészével. Ezt a hagyományt természetesen az Ifjúsági Fúvós Zenekar is ápolja. A 2019-es év zenekari zenésze a zenekar tagjainak szavazatai alapján nem más, mint Kemény Bulcsú. Szeretettel gratulálunk!
Kedves közönségünk, koncertünk befejező műsorszámához érkeztünk. Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley. Bizonyára a nevekből már rájöttek, hogy a Karib-tenger kalózairól van szó. A Karib-tenger kalózai sorozat harmadik része a világ végén a fekete gyöngy átkát és a holtak kincsét követi. A film világpremierje 2007. május 19-én volt Disneylandben, a produkciót inspiráló parki attrakció otthonában, ahol az előző részek is debütáltak. A szereplők kivétel nélkül visszatérnek, sőt, Shoyan Fett első ízben tűnik fel, mint Sao Feng, illetve egy rövid szerep elejéig a The Rolling Stones gitárosa Keith Richards is tiszteletét teszi a vásznon Jack Sparrow apjaként. Hans Zimmer zeneszerző művét Jack Bokuk hangszerelésében hallhatják hamarosan. Hálásan köszönjük, hogy jelenlétükkel megtiszteltek bennünket, és abban a reményben búcsúzunk, hogy ma este olyan élményekkel gazdagodtak, amelyek maradandó emlékként élnek önökben tovább. A két együttes valamennyi tagja, vezetőjük Kiszler András karnagyúr, valamint a magam nevében is sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok mindannyiuknak. Legyenek vendégeink egy pohár pezsgőre, kocincsunk együtt az előtérben, mindenki egészségére. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra! Thank you.